Energia éjjel-nappal, télen-nyáron. Paks 2. Az új blokkokkal az energiabiztonságot építjük. A műsor támogatója a TAR Kft. Köszöntöm kedves nézőinket! Misként tartották soron következő tanácskozásukat a járás polgármesterei. Többek között a Paks 2 projekt aktualitásairól, a Magyar Falvak program nyújtotta lehetőségekről, az általános iskolák helyzetéről és a térségfejlesztési aktualitásokról is hallhattak a településvezetők. Többek között Szakmár, Bátya, Dunapataj, Solt, Homokmégy, Fogtő és Dusnok polgármestere is részt vett azon a tanácskozáson, melyet most Misként tartottak. A járási vezetők találkozóját fél évente szervezik meg, azzal a fő céllal, hogy a településvezetők találkozzanak, tárgyaljanak, egyeztessenek egymással, illetve részletes tájékoztatást kapjanak a térségben történő aktualitásokról. A most tartott tanácskozás során nagy hangsúlyt kapott az egész térséget izgalomban tartó Paks 2 projekt. Az új atomerőmű aktualitásairól Kovács Pál államtitkár számolt be. A projekt szépen fejlődik. Azok a tervezési dokumentumok, amelyek a létesítési engedélynek a benyújtásához szükségesek, ezek folyamatosan érkeznek az orosz partnertől. És ugye a következő mérföldkő az a létesítési engedély kérelemnek a benyújtása, ami egy olyan 300 ezer oldalas dokumentáció, tehát ez az atomerőműnek a fejlesztésével kapcsolatos. Természetesen ehhez kapcsolódik a regionális fejlesztés is, aminek azt hiszem az egyik legnagyobb mérföldköve, ami az önök számára, a Duna balpartja számára fontos. Ez a híd megkapta, Duna híd, ami Paksot és Kalocsát majd összeköti, megkapta a létesítési engedélyt, úgyhogy a tervezési munkák és a kötelező versenyeztetést követően megtörténik majd a kivitelezőnek a kiválasztása, és akkor körülbelül 2020 második felében, évvége felé a létesítés elindulhat, így 2022-re a két partot, itt Kalocsa és Paks között össze fogja kötni a Dunahíd, ami teljesen új lehetőséget fog nyújtani a régió részére. Éppen erről fogunk a mai nap beszélni, hogy itt milyen lehetőségek nyílnak majd meg a helyi vállalkozások és a régió fejlesztése érdekében. Ugye egy több terület is érintett lehet. Egyrészt, ami tradicionálisan erőssége volt a területnek, az az élelmiszer, ipar, a mezőgazdasági termékeknek a túlparton való értékesítése. Ugye a túlparton csúcsidőszakban közel 8000 ember fog dolgozni, amikor a két blokk párhuzamosan épül. Ezeknek a kollégáknak a kiszolgálására, és lesznek természetesen, akik családtagokkal érkeznek, tehát számíthatunk egy olyan 10-12 ezer főre, amennyivel a régióban a lakosság száma átmenetileg meg fog növekedni. Ezeknek a kiszolgálására kiváló lehetőséget nyújt, és szeretnénk azt, hogyha ez az egész régióban a termékek, mezőgazdasági, élelmiszeripari termékeknek a forgalmazása, az ennek a többlet lakosságnak és a dolgozóknak a kiszolgálásába aktívan bekapcsolódhatna. Természetesen lehetőségek nyílnak majd az összeköttetésből és a közlekedési infrastruktúra fejlesztéséből eredően az elszállásolásban is, és természetesen minden olyan szolgáltatásban, gondolok itt a fadrászoktól, az éttermeken keresztül, akár a nyelvtanároknak a munkalehetőségeikbe, amelyeknél minden esetben bővülésre számítunk. A megállapodás alapján, akik a projekten fognak dolgozni, itt ugye a cél az a 40%, tehát a magyar beszállítói arány, a magyar részvétel durván egy ilyen 40%-os arányáról beszélünk, ami természetesen ez nem csak, tehát ez csak az építő személyzetre vonatkozik, de természetesen
a szolgáltatásokkal, amelyek kialakulnak akár a szállásban, a szállításban, a feldolgozóiparban, az élelmiszeriparban, a vendéglátásban. Itt egész más lesz majd az infrastruktúra, ezt most pontosan még megmondani nem is tudjuk. Tehát ugye azt a példát tudnánk mondani, hogy annak idején Paks egy közel 6000 fős település volt, mielőtt az atomerőmű létesítése megkezdődött, és már az erőmű üzemeltetésének a beálltával, hosszú távra való beállásával most 20 000-es lett a település. Tehát körülbelül hasonló növekedése, fejlődése várhatunk, nem feltétlenül Paks városában, de a régióban, ahol szeretnénk, hogy ez a többlet személyzet, a többlet lakosság elhelyezésre kerüljön. És mivel a híd ezt a lehetőséget meg fogja teremteni ezen a parton is, ezért azt hiszem, hogy Kalocsán közvetlen környék itt ez egy kiváló lehetőséget fog jelenteni. A környezetvédelmi engedélyt a projekttársaság már korábban megszerezte, a telephely engedélynek szintén birtokába vagyunk. Lefolytattuk azt a közmeghallgatási és lakossági tájékoztatási projektet, amit az ESPO-i egyezmény alapján ugye több országgal is el kellett végezni. Itt is rengetegen tettek föl kérdéseket, hallgatták meg az érveinket a létesítéssel kapcsolatosan. És most a legkomolyabb engedélyezési fázis, ugye itt engedélyek, több száz engedélyről van szó, közel 800 engedély az, amit be kell majd szereznünk még ezt követően, de a főbb mérföldkő ez a létesítési engedély, amelyet ez év második felében tervezünk benyújtani az Országos Atomenergia Hivatal részére, aki ezt követően egy 15 hónapos határidővel fogja majd a véleményét kialakítani nemzetközi szakértők bevonásával is. Ezt követően indulhat el magának a létesítménynek a megépítése. A tanácskozás kezdetén Miske első embere, Illés Attila mutatta be a települést. Miskét először az 1346-ban jelölték, bár ez az csak, hogy volt egy terület, amit Miskének neveznek. Igazán a 18. században lett belőle település, Csáky Imre érsek 1719-ben, és ebből már ki is derül, hogy ebbe az évben 300 éves évfordulóját fogjuk ünnepelni a településnek. Ezt majd a búcsunk napján, tehát szeptember végén, a Szent Mihály napi búcsúkor fogjuk ezt az emléktáblát felavatni. Tehát Miske a 18. század elején a kalocsai érsekség birtokához tartozó puszta volt. 1719-ben gróf Csáky Imre kalocsai érsek adott letelepedési engedélyt kedvező feltételekkel 30 magyar és tót családnak. Ez a 30 család hozott új életet a török idők alatt elnépteledett pusztára. 1722-ben plébániát, 1731-ben templomot kap a falu. A mai római katolikus templom 1768-ban épült fel. Miske, mint politikai közösség 1724-ben lett szervezve, innentől gyors fejlődésnek indult, és 1791-ben már 1357 lelket számlált. Az iskola tanítójáról az első írásos feljegyzés 1728-ban találjuk. Az 1850-es évek közepén már 300 gyermek látogatja az iskolát. A mai iskola 1893-ban épült fel. A századfordulón és az azt követő évtizedekben is a föld biztosította a megélhetést. Ipari létesítményként csak a gabonamalom működött. A kereskedelmet 7-8 szatócs látta el. Az 1930-as évektől funkcionálnak a hangya, tej és hitelszövetkezetek. A II. Világháborút követően a község társadalmi, gazdasági, kulturális élete jelentős fejlődésnek indult. A földosztásban részesülők egy része termelőszövetkezetet alakított, a kereskedelmi szolgáltatási tevékenység megélénkült. Az 1950-es, de különösen az 1960-as évek időszakát minden területen a kollektivizálás jellemezte. Von Sándor, a térség országgyűlési képviselője, a Magyar Falvak program adta lehetőségekről tájékoztatta a polgármestereket. Elhangzott, már van olyan pályázat, mely elbírálásra került. Már néhány pályázat kiírása már megtörtént, sőt a bírálatok, a befogadás és a bírálatok vége felé járunk, néhányat meg is említek majd, de visszatérek arra, hogy 18 ilyen célterület van, 4 célterület az egészségügy, ennek egyik része már megnyitásra került, a rendelőfelújítás és az eszköz igénylés. Továbbiak még nem, és sorolnám csak címszavakban, de lehet, hogy ezt ti már polgármesterként hallottátok, illetve volt itt ugye
Gyopáros Alpár az ez ügyért felelős kormány megbízott tájékoztatáson, tehát ott is elhangzottak ezek a területek. A további, a nem egészségügyi területre az önkormányzati dolgozók bérének korrigálása, lakása, pályáztatható úton való megszerzése, bölcsődék, óvodák kapacitás bővítése, óvodaudvar felújítás, sportparkok, polgármesteri hivatal épületek felújítása, termékek fenntartása, bocsánat, temetők fenntarthatósága, víz, WC, hulladék, odavezető rendszerek kiépítése, tehát temetőkről beszélek, belterületi út, járda építés, közösségi területek karbantartása, gép, eszközellátás biztosítása ezen közösségi felületek fenntartásához, a falu tanyagondnoki rendszer működtetése, újra normatívák esetleges emelése, egyházi, közösségi terek, épületek eszközeinek a újra működésbe hozása, és ezzel párhuzamosan úgynevezett világi közösségi helyek újra életbe hozása. Mi is tanuljuk a programot, ennek nem volt eddig egy tapasztalati része, tehát igazából helyezkedünk a pályán, nézzük, hogy mi történik. Én azt javasoltam a település polgármestereinek a magam részéről, hogy amire úgy érzik, hogy nekik arra szükség van, és a kiírási keretek számait figyelembe véve arra indítsák meg a pályázatot. Persze én ezt tudom, hogy ez azzal is jár, hogy lesz olyan pályázat, aminek költsége lesz, mert a pályázat írás és minden egyebek, ha önmaguk ezt nem tudják megtenni, bár megígértek, hogy rendkívül le lesz egyszerűsítve a pályázati űrlap, hát az nem egészen sikerült ért még az első formulába, ahogy érzékeltem. Szóval ezek költségek lesznek, hogyha nem tudja a település maga elvégezni, és utána esetlegesen nem fog nyerni. A nagy mátrixba talán valami olyan üzenetet lehet mondani, hogy a 18 jogcím közül talán magyarországi falvak, ugye 5000 fő alatti falvak, települések, mindegyike valamelyik jogcím közül egyben nyertes lehet. Ezt azért tudjuk így mondani, mert az összpénz elosztva a településekkel, a kiírt jogcímekkel, tehát ez matekba elvileg összejöhet. Hogy a 18 jogcím közül valamelyik pályázatot megnyerheti ez az 5000 fő alatti település. De mint említettem, itt egy országos rendszerről van szó, és nem megyei, tehát nem a kezünkben van az ügy, pályázati rendszer, és ebben akár a végén bármilyen diszonancia is lehet. Ezt nagyon el szeretnénk kerülni, de miután a pályázati rendszer az egy nyílt rendszer, tehát ott bárki utána kikövetkeztetett és megkeresett, hogy mi volt így a pontozás, meg úgy a pontozás, erre semmilyen ilyen értelmű garanciát, mint a TOP programnál egy nagyon komoly egyeztetésen keresztül Bács megyébe sikerült kvázi garanciát adni a polgármestereknek, hogy ha a megbeszéltek szerinti területre pályázik azzal az összeggel, akkor az nagy valószínűséggel, ha nem hibás a pályázat és minden feltétel teljesít természet, akkor az a győztes címig elvihető. Itt nincs ilyen garancia, de mindent megteszünk azért, hogy az arányosság meglegyen. Az eseményen részt vett Sárosi Magdolna tankerületi igazgató is, aki elsősorban a nemrégiben történt átszervezésekről és fenntartóváltásokról beszélt. A Bajai tankerületi központ fenntartása alá a Kalocsai járásban 14 településen összesen 19 intézmény tartozik. A tankerületben dolgozó pedagógusok száma meghaladja az 1000 főt. Ebből a Kalocsai járáshoz tartozó intézményekben 344 pedagógus tanít. Ezeket az iskolákat és tanárokat koordinálja a tankerület. A szakos ellátottságot ebben a tanévben is biztosítani tudtuk. Nagy részt főállású és részfoglalkoztatott pedagógusokkal, de természetesen működik ugyanúgy, mint az előző években az áttanítás és az óraadói foglalkoztatás, hogy minden órát le tudjunk fedni. 2018. szeptember 1-én vált ki a szakmári általános iskola, és ugye a Kalocsa Kecskeméti Főegyház megye vette át a fenntartást, és ebben az évben, szeptember 1-től a Géderlagi Általános Iskola kerül át az egyházi fenntartás alá.
Ez természetesen a fenntartóváltás az a tankeleti központtól független, mivel az egyház jelentkezik be, és az egyház támasztja az igényt, és miniszteri döntésnek a következtében válik tulajdonképpen vagyis változik a fenntartónak a jogi személye. Az átszervezéseket tekintve telephelyé vált 2017. szeptember 1-től az Öregcsertői Általános Iskola, és 18. szeptember 1-től a Dunaszent Benedeki Általános Iskola, és most ebben az évben pedig szeptember 1-től az Ordasi Általános Iskola. Hát mi is minek a következtében válik telephelyé? Hát tulajdonképpen itt mindig a tanuló létszám, a tanuló iskolának a tanuló összlétszámát tekintjük, és ha jócskán 50 fő alatt működik az iskola, akkor hát át kell szerveznünk telephelyé, és ezek az intézményeknek a tanuló létszámai tehát jóval 50 alatt vannak, és hát átszervezést tekintve, hogyha a jövőt nézzük, akkor még néhány tagintézménynek az átszervezése fog megtörténni, és telephelyé válnak, de alapvetően az iskola életében nem változik ezzel semmi, ugyanúgy megszervezzük az oktatást, a pedagógusok dolgoznak, a szülőket fogadjuk, gyerekeket fogadjuk, ez tulajdonképpen a vezetői feladatokat az intézmény veszi át, a székhelyi intézmény. Úgy érzem, hogy tehát Solti, Dunapataj, Kalocsán működő általános iskolák többnyire tehát stabilak, a létszám stabilan megmaradt az előző évekhez képest, azonban én a kis településeken látok nagy arányú csökkenést, és a beiratkozásban is alacsony létszámokat, és hát ez fogja tulajdonképpen generálni azt, hogy itt még néhány intézmény a tagintézményben telephelyé fog válni a következő átszervezéskor. De azonban azt kell mondanom, hogy az iskoláknak a működése az úgymond stabil, tehát én szeretnék mindenkit megkérni, a polgármester urakat is, hogy ha az iskolának a létszáma tehát 8 alá tartósan nem esik, akkor a törvényi előírás is lehetővé teszi és megszervezi a tankeleti központ. Tehát ezt ki szeretném hangsúlyozni, hogy a 10 fős iskolát is fogjuk továbbra is működtetni. Azonban arra viszont számítani kell, hogy a csoportokat össze kell vonnunk, tehát külön osztályokat nem tudunk képezni, hanem egy év folyamon. Tehát a 4 év, van olyan iskolánk, ahol a 4 év folyamot egy osztályban tanítják, van, ahol még kicsit nagyobb a létszámot, még tudunk szétválasztani két-két év folyamot. De az oktatást ezt természetesen megszervezzük, és minden iskolában be fognak csöngetni szeptember 1-én. És hát vannak olyan intézmények, akik úgy érzem, hogy tehát már ebben a formában, az oktatási módszerben is felkészültek, vagyis már évek óta az összevont osztályokban, csoportokban oktatnak, és nincs fennakadás, és ugyanúgy tudnak teljesíteni a gyerekek, hogyha átkerülnek a felső tagozatokban. 2018-as esztendőben az EFOP 413 pályázat keretében jó néhány iskolát fel tudtunk újítani, és ez összesen 200, majdhogynem 300 millió forintos beruházást jelentett, és a 2019-es esztendőben pedig megvalósul a Kalocsai Fényi Gyula kertvárosi általános iskolának a fejlesztése, amely 553 millió forintos beruházást jelent. Én nagyon örülök, hogy minden egyes pályázatot le tudtunk sikeresen és határidőre zárni és át is adni. Természetesen azt is tudjuk, hogy majd a célkitűzésekben el fogom mondani, hogy
amit főbb szempontként kiemeltem, hogy hol szeretnénk fejleszteni, és milyen feladataink vannak még, de nagyon örülök, hogy ezeket a beruházásokat meg tudtuk valósítani, és remélem, hogy a Kertvárosi Általános Iskolának a beruházása is le fog zárulni ebben az évben. A találkozón szó esett a térségfejlesztési aktualitásokról is, melyeket dr. Bálint József ismertetett. Kalocsa polgármestere elmondta, beindultak a beruházások városunkban. Minden azt a megnyert pályázatot tudjuk produkálni, amit gyakorlatilag elkezdtünk, ebből három már folyik, ami a járásra is kihatással lehet, ez a Malom utcai szociális otthonnak a felújítása, nem szociális otthonként, alapellátóhálózatként. Itt ugye sok minden lehelyezést kap, és ez kapcsolódik a bizonyos fokig a járási intézményekhez is, például a családvédelmi központ és a többi. Tehát most olyan épületbe kerülnek elhelyezésre, felújított épületbe, amely a katasztrófavédelmi és a többi előírásoknak megfelel, a mozgássérültek eljuthatnak oda, és tényleg egy modern és egy helyen lesz az egész, tehát nem kell kereskedni a városban, hogy mi merre van. A laktanyán a beruházás megindult, ami a város tulajdona, tehát a közbeszerzés megtörtént, lassan megy, tehát az ipari létesítménynek a dolga, az 2020-ban fog befejeződni, nyáron fog befejeződni, idén megkezdődik a kiviteli munka is már, megvan a kivitelező is, tehát az a második legnagyobb. A harmadik legnagyobb a belvizes részünknél új közbeszerzést kellett kiírni, mert túláraztak, olyanokat raktak bele, amit eleve kivettünk belőle, tehát amit a város finanszírozott, és ezért újra meg kellett ismételni, vagy meg kell ismételnünk a közbeszerzést, mert nem lehetett kijavítani, nem újra kiírtunk. Tehát az egy van függőben, ami nem. Az óvodapályázatunk közbeszerzés alatt van, hogy sajnos lesz pénzügyi gond, és nem azért, mert balfácának voltunk, hanem egyrészt az építőipari árak, a másik meg, ugye mi eredetileg 150 fős óvodát akartunk, 75-re futott a 400 millió forint, illetve az első kalkuláció szerint, ezért ütemeztük, tehát első ütemet meghirdetjük. Külső segítséget kaptunk az egész teljes összegre, de sikerült megfúrni valakiknek az összeget, majd kellő időben ezt nyilvánosságra fogom hozni, most még nem. Úgyhogy csak a 75 fő fog megvalósulni, két óvodát viszont valószínűleg be kell zárni, mert rájuk dől a gyerekeknek, tehát nem lehet fönntartani. Úgyhogy majd az utódaim gondoskodnak a hiányzó összegről, illetve az, aki közbe járt, hogy mégse kapjuk meg a pénzt, az pedig már ott volt a markunkban. Tehát ez az egyetlen egy beruházásunk, ami van, tehát ami egy kicsit kovászos pénzügyek, ha más nem, akkor az önkormányzatnak, ha tetszik, ha nem, hitelt kell fővenni, ha nem kap. Topból valamennyit lehet, egy 10%-ot lehet igényelni, a többit pedig hitelből kell nekik finanszírozni. A többi beruházásunk megy, és az sem igaz, ezt elmondom, hogy tudjátok, Kalocsa város a költségvetése stabil. Az összes pénzügyi hiányunkat kifizettük, tehát földolgoztuk az előző 4 évnek a hátrányait, mai nap fizettük ki a Menza Kft.-nek a tartozását, amire az állam biztosított pénzt, ugye ezen is nagy vita volt, mert nem lettünk volna kötelesek átvállalni, mint önkormányzat a tartozását. Végül is szintén közel kormány közreműködéssel megkaptuk rá pénzt, és most a BM engedélyezte annak a felosztásra szerinti fölhasználását, tehát az sem volt igaz, hogy én nem akarom, illetve határozottan meg lehetett volna csinálni. Ennek volt egy eljárási metódusa, hogy ezen vitánk volt, be kellett építeni a költségvetésbe, és ezért támadtak, hogy nem azonnal ki kell fizetni, nem lehetett kifizetni. Ezt ők is nagyon jól tudták, de föl lehetett használni. És gyakorlatilag ezt azért mondom el, mert elkezdődött már Kalocsán megy a hajcé, hogy ki legyen az utódlás és hogyan, és most érdekes módon előkerült, hogy Kalocsa rossz irányba megy. Nem ment rossz irányba, ezt most mondom, aki ilyet mond, az hazudik, majd eldől, hogy rossz irányba megy, vagy nem megy rossz irányba. Most adott, a fejlesztéseket be kell fejezni, pénzügyek, stabil a város, növekedtek a bevételeink, tehát megmozdult az ipari rész is. Egyébként csak hozzáfűzem, mert összehasonlítanak Kiskörösre, meg Vadkerte bennünket, nem akarunk versenyezni. Mindenki tudja, hogy egy gazdasági kérdés volt, mert Vadkerten fölhalmozódtak, idézőjelben régen fekete pénzek, azt beforgatták, nagyon jó forgatták be, tehát egész más a
vállalkozói rétegük őnekik, mint nekünk, tehát ott gyakorlatilag volt egy pénz, és beindítottak nagyon jó vállalkozásokat, össze se lehet hasonlítani a két város pénzügyi bevételét, mert ez már ott adott volt Kalocsán, ez nem adódott, illetve most megindult két éven keresztül már nagyobb a bevételünk az adókból, tehát itt is bizonyos vonatkozásban Paks 2-nek a belengetése, illetve az építőipar beindulása már hozott egy föllendülést, anélkül, hogy adót emeltünk volna, tehát látható az, és ugye van egy jó és rossz hírem, hogy a jó hírünk az, hogy növekedtek a bevételünk, rossz hírem, meg átestünk a adó bevételi realitáson, tehát adóképességünk megnőtt, tehát így bizonyos kedvezményektől meg elesünk, ami nem baj, mert ha növekvés lesz, akkor ugye a nagyobb bevételek ezt ellensúlyozni fogják. Tehát az, hogy mit kezdenek a városra, ez most már adott. Egy tény, hogy a város az összes adósságát kifizette, egy hitel van, amit még az előző vezetés vetve a futballpályára, azt is ütemesen fizetjük, tehát nincsen hátralék, és 30 napon belül fizetünk mindent, 3 éven keresztül már, tehát nincs likviditási gondunk, és gyakorlatilag olyan helyzetet teremtenünk, ami kedvezőbb most már a fejlesztéseknek. A járás polgármesterei legközelebb fél év múlva tanácskoznak ismételten. Kezdetét vette a Paks 2 atomerőmű felvonulási területén az első épületek kivitelezése. A paksi atomerőmű a garanciája annak, hogy a magyar lakosság és a vállalkozások áramellátása hosszú távon is olcsó, kiszámítható és biztonságos legyen, mondta Süli János, tárca nélküli miniszter. Jelképes gombnyomással kezdődött meg a Paks 2 atomerőmű első felvonulási épületeinek kivitelezése. A munkálatok indítása kapcsán tartott bejáráson Süli János, a Paks 2 projektért felelős tárca nélküli miniszter hangsúlyozta, atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs rezsicsökkentés, nincs klímavédelem. Egyértelműen kijelenthetem, hogy tényleg Magyarországon nincs más mód, hogyha akarjuk a klímacélkitűzéseket, az olcsó villamos energiát a családoknak, ezt a két blokkot meg kell építenünk, meg is fogjuk. Első jelentős állomása ennek a irodaépületek megkezdése, úgyhogy én kívánok mind a kivitelezőnek, mind a fővállalkozók, mind magunknak további jó együttműködést. A felvonulási épületek létesítésével fontos mérföldkövéhez érkezett az orosz-magyar kormányközi megállapodás alapján megvalósuló Paks 2 projekt. Ezekkel a munkálatokkal megkezdődnek az előkészületek a Pakson megépülő két új blokk létesítéséhez. A telephelyen mától folyamatos lesz a munkavégzés, mondta Alexander Hazin, a Rosszatom mérnöki divíziójához tartozó ASZE mérnöki vállalat RT alelnöke. Nagyon kellemes számunkra ez a munka, mint egy egységes csapat úgy dolgozik együtt az orosz és a magyar csapat. Az első pályázatot magyar cég nyerte, ami véleményem szerint egy nagyon jó dolog, mondta Alexander Hazin, az ASZE mérnöki vállalat RT Paks 2 projekt igazgatója. Lenkei István, a Paks 2 ZRT vezérigazgatója kiemelte, a társaság megrendelőként abban érdekelt, hogy kiváló minőségben valósuljanak meg a Paks 2 projekt kivitelezési munkálatai. Én bízom benne, hogy a folytatás az zökkenőmentes lesz, és a kettes, 1-1-2, 1-1-3-as épület is rendben meg tud épülni, majd pedig az azt követő összesen 80 darab épület. A kivitelező kész építő és szerelő ZRT számára fontos a mostani megbízás, mondta Sárai Zoltán vezérigazgató. Hozzátette, elnyeréséhez hozzájárult a vállalat eddigi számos nemzetközi referenciája mellett az, hogy saját erőforrásaira tud támaszkodni. Célunk, hogy hosszú távon részt tudjunk venni ebben a meghatározó projektben, és tudásunkat egyéb feladatokban is meg tudjuk mutatni. A bejárás résztvevői megtekintették az építési területet és a már korábban elkészült 22/11 kV-os transzformátorállomást, amellyel a megrendelő Paks 2 ZRT biztosítja az orosz fővállalkozó számára az építési munkálatokhoz szükséges villamos energiát. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, magazin műsorunkkal a jövő hét folyamán is jelentkezünk. További kellemes televíziózást kívánok, viszontlátásra! Energia éjjel-nappal, télen-nyáron. Paks 2. Az új blokkokkal az energiabiztonságot építjük.
A műsor támogatója a Tar Kft.